Elsőként hirdette meg Magyarországon a Miskolci Jegesmedvék hoki csapata a Dobj egy macit akciót, melynek lényege, hogy az első hazai gól után a közönség plüssállatokat dobál a jégre, amit rászoruló gyermekek közt osztanak szét. A honosítás ötlete a szurkolók fejéből pattant ki, ezt a csapat részéről Mayer Gábor karolta fel. Az amerikai minta alapján, amit láttak interneten a szurkolóink, az egyik szurkoló beírta a Miskolci Jegesmedve oldalnak a fórumába, hogy látott egy ilyen akciót az interneten, és megcsinálhatnánk itt Miskolcon is, mert hogy a tengeren túl mennyire jól működik. Hoztál te is macit? Hoztam macit, igen, hoztam macit. Szia, látom, jó nagy mackód van. Igen. Miért hoztad magaddal? Be kell dobálni, hogy valamilyen jótékonysági... Jótékonysági a beteg gyerekeknek. A betegek gyerekeknek is legyen játék. Én a tesója vagyok neki. Tesója? És te is hoztál macit? Igen, ez mi kettő, csak így bedobálni. A szurkolók most is, meg előzőleg is volt, aki gyakorlatilag dobozokkal jött a mérkőzésre és hozta 10 darab plüssállatot, meg munkahelyen gyűjtést szerveztek, szóval tényleg ők nagyon jól vették. Mivel volt megtöltve? Azt pénzzel kitöltünk, pénzzel. Annyira akarunk segíteni. A szurkolóknak nem kellett sokat várni a macik első góljára. A 6. percben már repülhettek is a játékok. Az akciót siker koronázta. A hokis gyerekek is örömmel gyűjtötték össze a 10 zsák kisebb-nagyobb plüssállatot. Az összegyűjtött játékokat a Miskolci Gyermekváros és a Miskolci Ronald McDonald ház fogadta örökbe. Ez a ház beteg gyerekeknek és szüleiknek nyújt segítséget azzal, hogy közel a kórházhoz átmeneti otthon nyújt számukra a kezelés idejére. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a gyerekek átmennek kezelésre, vizsgálatra, és akkor amíg van aznap valami teendő velük, addig ott vannak, amikor végeztek, akkor hazajönnek ők is, így mondják. Most itt csak a virág, meg a pici baba ment el az előbb az anyukájával, ugye olyan picike, hogy nem is látszott a kosárban, egy 2,5 kilós volt koraszülött baba. Hazavinni még nem merték, mert szívműtétre vár, tehát félt az anyukája egyedül hazavinni, úgyhogy inkább itt a közelben ez biztonságot ad nekik. A játékok átadásában részt vett a csapat magyar származású kanadai kapusa Ryan Molnár is. It's a great feeling because... Ez nagyszerű érzés, mert tudod, jó érzés adni valamit annak, aki rosszul érzi magát, vagy egy kicsit beteg. Jó érzés őket mosolyogni látni, hiszen mosolyra mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy jobban legyen. Ez azért jó, mert a gyógyulás után haza is tudnak ezekből a plüssállatokból vinni a gyerekek, és egy ilyen kis emlék marad nekik. Nagyon gyönyörű, példás gondolat. További Gábor? Mindenképpen egy szezonban egyet meg szeretnénk csinálni. Én szerintem most már úgy fogjuk szervezni mindig, hogy így a karácsonyi időszak előtt, pont azért, hogy karácsony környékén ezt át tudjuk adni.